Kiszámíthatatlan április, késő zöldségszezon, mindez azt eredményezi, hogy egyre drágább a zöldség és a gyümölcs. Nincs nagy forgalom ezen a karcagi piacon, pedig áru van bőséggel. Hát elég nagy ára van most a zöldségnek. A krumpli kilója 400 forint. Az apróbb szeműt már 350-ért meg lehet vásárolni. A petrezselyem ára viszont alig egy hónap alatt megduplázódott. Áprilisban 600 forintba került, most 1100-ba. A répa az 350, csomója. Ugyanis elmondanám, hogy viszik a zöldséget, mert az asszonyok azok szeretik a húslevest, szóval főleg így hétvégén, mert mindegy, hogy most mennyire adja az ember, szükség van rá, viszik. Azt vártuk volna, hogy jön a tavasz, hogy jön a jó, és esetleg lejjebb mennek az árak, és ezzel szemben jóval felfele. Az idei április volt az utóbbi 100 évben a leghidegebb. Emiatt gyakorlatilag megállt a növények fejlődése. Valami emelkedés vélhetően lesz, illetve csúsznak a termések. Nagyon hideg áprilisunk volt, a tél az szinte alig volt, igazi telünk már nem volt, és az április ez nagyon hideg volt. Sokkal többet kellett fűteni a palántákra, meg hát a letermesztő kollégák is sokkal többet fűtöttek szerintem. És a május is nagyon rapszódikus, tehát 2 nap jó idő, utána szinte télies idő. Itt ezen a vidéken, Kenderesen itt nem volt olyan sok eső, tehát valószínű, hogy emelkedni fog az ár. Kérdés, hogy mennyire tudjuk termelők és kereskedők érvényesíteni a megnövekedett költségeket, hogy a vásárlói pénztárca mennyit fog elbírni. Volt egy vetőmag áremelkedés, ez már tavaly is, idén is. Hát egy 20-30%-hoz szerintem mindenképpen kellene. Kérdés, megismétlem önmagamat, hogy a vevők mennyire fogják ezt tolerálni a fizetéskor. Itt, ami mögöttem van, uborka és paradicsom, itt már nem fűtünk, ez a sátor, ez egy hidegfóliás, viszont áprilisban, amikor már ki voltak ültetve, akkor éjjelente füstölnünk kellett, tehát föl kellett kelni, takarni fátyófóliával, meg hát imádkozni, hogy tényleg ne legyen fagy reggelt, ez a mínusz 3-4 fok, és ez a fóliának ez egy határesete, hogy elbírja, vagy nem bírja el azt a, tehát kibírja a növény a fagyot, vagy nem bírja. Egy 2 hét mindenképpen, főleg Szabadföldön egyértelmű a lemaradás. Ezt észre is vesszük a palántpiacon, palántákat is árulunk, és a tavalyihoz képest 50%-os a kereslet visszaesés. Ez annak tudható be, hogy az időjárás viszontagsága miatt az emberek még nem akarnak palántokra költeni, várják, hogy tényleg megjön az a késő tavaszi, koranyári idő, amikor már ideális lesz a palántákat elültetni. A kiszámíthatatlan időjárás miatt 2-3 héttel később érnek be a zöldségek, gyümölcsök. Így egy-egy fajta szezonja is később kezdődik.